A legszebb új fővárosi épületek közé választotta a Hungarokontroll Ferihegyi központjának hátsó részét a Budapesti Építészeti Kamara. A légiforgalmi irányító 4.-5. szárnya kapta az elismerést. A Forgó utcában található épületek homlokzatát egyedi kerámia árnyékoló lamellasor veszi körbe. Ettől a világújdonságtól nyaranta 3 Celsius fokkal alacsonyabban melegszik fel a fal. A mostani és régebbi irodaházak közötti kapcsolatot nem csak egy híd jelképezi. Az új épületszárny külső megjelenésének tervezésénél elsődleges szempontot kapott, hogy vizuálisan a korábbi objektumtól ne nagyon térjen el. Mégis rögtön látható különbségjegyeket is hordozza. Látszik azon az épületen, hogy a szomszédos épületen, hogy a nagy mennyiségű téglaburkolatot használt a tervező, és a repülés képzetét az árnyékoló madártollakkal próbálta megjeleníteni. Mi ezt a két ügyet ötvöztük ebben a kerámia lamella rendszerben, ami az épület homlokzatán megjelenik. Az épület belülről egy teljesen szokványos irodaháznak felel meg. A 10.000 négyzetméteres komplexum folyosóival és szobáival bárhol találkozhat az ember. Talán a fogadócsarnok világos kék üvegei tudatják először velünk vizuálisan, hogy az itt dolgozók szoros kapcsolatot ápolhatnak az éggel. Ez a feladat speciális igényeket is támasztott a tervezőkkel szemben. A légiforgalmi irányító központ mérete, elhelyezkedése az épületen belül, az adottságai, az egyes funkcióknak az egymáshoz képest való települése, vagy például, hogy a géptermünk az a légiforgalmi irányító központ alá kerüljön, hogy minél kevesebb legyen az adatlogisztikai feladat, minél kevesebb kábelt kelljen beépíteni, ami így is 130 km lett. A légirányító központ az agya és a szíve ennek a létesítménynek. A monitorok előtt ülők feladata Magyarország és Koszovó légterén a közlekedés zavartalan megszervezése. Van olyan nap, amikor több mint 3000 gép repül át az országon. The 5-6 Tango November expect IDS approach runway 31 right. Ez a terem többszörös biztonsági előírásoknak felel meg. Egyrészt ide halandó nagyon ritkán teheti be a lábát, másrészt olyan falak és anyagok veszik körül, hogy akár az egész épület leéghet, ez az óriás szoba nem kaphat lángot. De a tervezőknek máshol nem tapasztalt, szokatlan speciális dolgokat is figyelembe kellett venniük. És a munkavégzés nagyon különleges, a munkaidejüknek egy része csak a légi irányítás, és egy másik része meg a pihenés, ugyanis ez egy olyan koncentrációt igénylő munkatípus, amihez nagyon nyugodt körülmények kellenek, és emiatt sok pihenőterület van az épületben, elvonuló részek, ahol a légirányítók a munkaszüneti időket töltik el. Az épület bejárása alatt Ugi Attila polgármesternek annyira megtetszett a tervezés, hogy ötletelés szintjén a polgármesteri hivatal átépítésének elkezdésére kérte fel az építészeket. Egy olyan mintaadást ad, hogy igenis van értelme egy dél-kelet-pesti agglomerációban lévő településen is nagyon komoly építészeti minőséget létrehozva mind a tervezőknek, mind pedig a megrendelőknek abban gondolkodni, hogy nem egyszerű tucat épületeket kell tervezni, hanem egyéni, igényes és a legkorszerűbb, a ma ismert legkorszerűbb építészeti technológiákat beépítve új alkotásokat létrehozni. A Hungarokontroll Forgó utcában látható szárnyai 50 másik fővárosi ingatlannal együtt indult el 2015-ben az építész nívódíjért. A Zsuffa Kalmár páros alkotása elismerő oklevelet kapott.